Döntött az Európai Parlament, a földgáz és az atomenergia is tiszta energiának minősül. Így azok a beruházások, amelyek atomenergiára vagy földgázra épülnek, támogathatók uniós pénzből. A döntés az európai energiaválság szempontjából is fontos lépés. A zöldek ugyanis azt akarták, hogy ne számítson zöld energiának az atom és a gáz, ami újabb ellátási gondokhoz és áremelkedéshez vezetett volna egész Európában. Az Európai Parlament elutasította azt az indítványt, amellyel az európai baloldal azt akarta elérni, hogy az atom és a gázenergia ne minősüljön tiszta energiának. Összesen 278 képviselő támogatta csak a javaslatot. 328-an ellene voksoltak, 33-an pedig tartózkodtak. A voksoláskor tüntetők egy kisebb csoportja zavarta meg az ülést a karzatról. Az akciót a teremben ülő zöldpárti képviselők megtapsolták. Győzött a Fidesz és az európai jobboldal álláspontja. A jobboldal győzött. Nem sikerült az európai és a magyar baloldalnak az az akciója, hogy kivéreztessék a gazdaságot és elszegényítsék az embereket. Így értékelte a szavazás eredményét Tóth Edina. A Fidesz EP képviselője azt mondta, a döntéssel a rezsicsökkentést is sikerült megvédeni. A rezsicsökkentés eredményeit így tudjuk fenntartani, az alacsony, megfizethető energiaárakat ezzel tudjuk biztosítani, és az energiaellátás biztonságát egy olyan európai helyzetben, mint a mai, ezzel tudjuk rövid, közép és hosszú távon biztosítani. Ez a két technológia nélkülözhetetlen. Nukleáris energiával zéró széndioxid kibocsátás mellett olcsón és folyamatosan lehet villamos áramot termelni. Ezzel érvelt az atomenergia mellett Tóth Máté az M1-en. Az energiajogász a földgázról azt mondta, az azért fontos, mert a megújuló energiák hullámzó termelését kiegyenlíti. Vagy fúj a szél, vagy nem, vagy süt a nap, vagy nem. Ennek megfelelően vagy van villany, vagy nem. Ez nagy ingadozást jelent a rendszerbe. Ezeket a hullámokat tudja kiegyenlíteni, mert hogy a földgáz tüzelésű erőművek, azok úgynevezett gyorsindítási erőművek, letelefonál a rendszerirányító, és 5 percen belül azok a blokkok üzembe állnak, vagy leállítják őket. Szakértők kiemelik, hogy az Európai Parlament egyre több döntéshozatali jogosultságot követel magának. Sokszor pedig olyan döntéseket akarnak felülírni, amelyeket az Európai Bizottság vagy az állam és kormányfők már meghoztak. Elemzők szerint ezek a lépések aláássák az unió intézményeibe vetett bizalmat. Az Európai Parlament döntés ellen több tagállam is panaszt nyújtott be. Ausztria és Luxemburg is jelezte, hogy az Európai Bíróságnál támadják meg a döntést, mert szerintük az atomenergia és a földgáz felhasználása nem járul hozzá a klímavédelemhez.